Az erdélyi közművelődés egyik legkimagaslóbb alakját kísérték nemrég utolsó útjára Kolozsváron. Kötő József évtizedek óta meghatározó személyisége volt a hazai magyar társadalomnak, aki a közélet iránti elkötelezettségét számtalan területen bizonyította. Köszöntöm Önöket, Máté Kincső vagyok, és ahogy ígértem, a mai kultúrcsebben a nemrég elhunyt színháztörténészre, pedagógusra, íróra és politikusra emlékezünk. Kötő József élete és munkássága egyértelműen példaértékű az erdélyi közösség számára. Szinte felsorolhatatlan, hogy mennyi mindent köszönhet neki a hazai magyarság. Mai műsorunkban egykori pályatársaival, kollégáival és barátaival közösen mi is ráemlékezünk. Egy hihetetlen roppant aktív ember volt. Ugye akkor kultúraszervezés elején voltunk a 90-es években, rengeteg feladat volt, rengeteg munka volt. Na most, akkor, amikor elindultunk 93-ban, akkor gyakorlatilag még székhelyesen volt az MK-nek. Hosszú időn keresztül az RMDS Művelődés és Egyházügyi Főosztályával együtt működött a két intézmény. Kötő volt egyrészt a főosztálynak a vezetője, másrészt az MK-nek is a főjegyzője. Közben Kolozsváron két ingatlan került az Egyesületnek a birtokába, mind a kettő adományozás révén. Az egyik a Szabédi László emlékház, itt, ahol most ugye a beszélgetést is folytatjuk, a másik pedig a Györkös Mányi Albert emlékház. Az alapoknak a megteremtése, a letételében volt hihetetlen nagy szerepe az értékmentésben, hisz itt egyértelműen arról van szó, hogy írói hagyatékok kerültek, megkaptuk ugyan a házat, de utána az, hogy ez a ház, ez valóban funkcionális, életképes legyen, hogy betöltsen a kulturális életünkben egyfajta szerepet, ahhoz ugye el kellett kezdeni azt a gyűjtőmunkát, aminek eredménye ugye ma ez az írói hagyatéki intézmény. Hatalmas érdeme volt Kötőnek abban is, hogy a hazai magyar civil társadalomnak, különösen a kulturális szeletét, hogy így mondjam, életre keltette, vagyis az MK funkcióját és az RMDS-ben az akkori művelődési ugye ügyvezető alelnöki funkcióját arra használta fel, hogy gerjessze a civil társadalomnak a kiépülését itt Erdélyben, főleg kulturális szempontból. Ugyancsak Kötő Józsefnek köszönhető az is, hogy elindított egy folyamatot, ami az MK díjaknak a szétosztásában csúcsosodik ki, vagyis hogy különböző szakterületeken, kulturális szakterületeken a szakmai civil szervezeteknek a javaslatára, de az MK adjon díjat. De ugyanígy jelentős szerepet vállalt a magyar házaknak a megjelenésében. Tehát az, hogy ahol csak életképes civil szervezet kezdett el működni szórvány területen, ott ha csak lehet a civil szervezet birtokába kerüljön egy olyan épület, amit aztán főleg kulturális célra közösségi házzá, úgynevezett magyar házzá lehetett átalakítani. Persze nem csak kulturális célra, hanem általában a közösségnek mindenféle adminisztratív, szociokulturális tevékenysége ebben az épületben működjön. Ő az, akire mindenki azt mondja, hogy jó ember, szóval, de a szó legnemesebb értelmében, mert tényleg ezt sokan ugye elmondták, nem csak mostan a temetésen persze mindig szépeket mondanak, de ő tényleg az ember volt, aki megérdemelte ezeket a jelzőket. Egyébként azt szoktuk mondani itt egymás között, barátok, hogy Jóskát csak meg kellett bökni, és a nyomdakész szöveg jött belőle, folyt belőle.
mindig tudta, hogy hol mit érdemes, mit kell elmondani, és ahol lehetett, tehát persze nem mindig lehetett valami újat és eredetit is bevinni. Jó humora volt, nagyon jól tudott anekdotázni, nem csak színházi anekdotákat, politikai élettel kapcsolatos anekdotákat is, úgy tudnék egy nagyon jót elmondani, de ezt nem mondom el, mert úgyse lehetne benne hagyni a... Szóval, tehát ezt a humorát, ezt is nagyon fontosnak tartom, szóval nem, az is teljesen távol áll tőle a merevség. Kötő József és Kántor Lajos egyébként nem csak a korunk kapcsán dolgozhattak együtt, hiszen közös színháztörténeti kötetet is publikáltak, illetve a Senkászki Endréről szóló könyvének is Kántor Lajos volt a szerkesztője. Én kértem őt meg, hogy ebbe a magyar színháztörténet, ami a 44-45 utáni időszakot ölelte föl egészen 92-ig, hogy akkor azt hozzuk össze, az ő kutatásai a két háború között időszakra vonatkozólag, azok már nagyjából kialakultak, akkor és akkor abból lett egy közös kötet. És amit talán a legfontosabbnak gondolok, vagy egyik legfontosabb könyvének is, a Senkászki Endre életregénye című könyv, illetve a Színház fanatikusa. Jóska nagyon sokat köszönhetett Senkászki Endrének, ezt ő sokszor el is mondta. És hát ez egy nagyon szép és méltó visszafizetése volt, illetve meghálálása volt annak, hogy színházi pályára került ugye akkor még irodalmi titkárnak, és aztán később lett ő a színháznak az igazgatója. Viszont ő a maga mindennapi színházi életét, ami azután is folytatódott tulajdonképp, hogy ő már nem volt a színháznál, tehát már nem volt a színház alkalmazottja, ezt a mindennapi színház jelenlétet, vagy színházban való jelenlétet ő visszafele is építette. Tehát ő tudni akarta, hogy mi volt a két háborúk közötti időszaka, Janovics korszakkal foglalkozott különösen sokat, de nem csak azzal. Tehát ő nagyon-nagyon rendszeresen kutatta azt az erdélyi és azon belül a kolozsvári színházi múltat, színház történetet, és hát tényleg nagyon alapos volt, szóval megbízható. Én őt soha nem kaptam valami hamisságon, vagy hogy valamit csak úgy hasból írt volna be, és ne próbálta volna ellenőrizni. Úgyhogy abszolút biztosan lehetett menni vele, ha az ember Kötő Jóskával szövetkezett, akkor biztos volt az, hogy megírja szöveget. A legutolsó kérés az volt, hogy Enyedi Sándornak egy kis színháztörténeti füzete volt, amit ideadott nekünk a korunknak azzal a kéréssel, hogy írassunk róla, és odaadtam Jóskának, és ezt ő végül is hát lemondta. Azt hiszem, ha jól emlékszem, a betegségek kezdetén volt, hogy ezt ő már nem tudja most megcsinálni, és akkor valaki inkább másnak adjuk ki. Tehát még az egyébként már egy kicsit az volt az én tudatomban, hogy el akarja rendezni a dolgait, és nem akar semmit úgy hagyni megoldatlanul. Kötő József 1965-ben került a színházhoz irodalmi titkárként. Fiatal irodalmárként került a színházhoz, a színház hát álma volt, szerette, foglalkozott vele, de ő irodalmár volt, és ez a két terület találkozott az ő akkori hát besorolásában is, funkciójában irodalmi titkár lett. Ez akkor a színházban, hát a mai fogalmainkkal ítélve a dramaturg, a menedzser, a marketing egy közös megnevezését jelenthette. Mindent elkövető irodalmi titkár volt. Olyan szerteágazó volt az ő tevékenysége, ő nem is lehetett nyomon követni. Mindenhol ott volt. Ők bányázták elő a darabokat, mit lehetett, mit nem. Ők vitték fel Bukarestbe, jóváhagyás véget. Tehát
főtársa volt az igazgatónak. Ez egy közös játék volt, ahogy a színjátszás is társas játék. 85-től, ahogy ő igazgató lett, aztán eléggé biztonsággal mondhatjuk, hogy a legsötétebb korszakot kellett neki hát végig balettezni. Ugye ezekben az években a rendszernek köszönhetően egészen megvonták, mondhatnám azt, hogy vagy korlátozták, nem mondjuk azt, hogy megvonták a művészi szabadságot. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen páncélként állhatott az igazgató és a színház irodalmi vezetése a cenzúra és a színházi élet között. Neki kellett kivédeni az állandó sortüzet, az ösztüzet, a támadásokat, és közben kotlóként vigyázgatni, hogy az a művészi eredmény, színvonal megszülessen a színházban, amire azért igényt tartottak. Igazságos volt mindenben, szereposztásban, nem csinált kivételt. Jól éreztük magunkat az igazgatása alatt. Rengeteget dolgozott, és mindig elismeréssel végezte a munkáját. Ez a kiegyensúlyozottság, amely egyébként Kötő Józsefet mindig jellemezte, ez szinte a műsorpolitikájára is érvényes volt. Tehát ő a bátran mellszélességgel vállalta a hát egy kicsi nehezen elfogadható, vagy hogy mondjam, tehát ezeket az úttörőkos szerepet vállaló darabokat is, vagy a nagyon jó művészi, kimagasló művészi alkotásokat is felvállalta, segítette azokat szárba szökni, és vállalta értük a felelősséget, de ugyanakkor ő igyekezett a középszert is kielégíteni. A színházban való lét az teljes emberi létet követel. Aki színházhoz szerződik, aki színházban dolgozik, az az életét köti össze a színházzal. Az ott kell, ott fekszik és ott él. Most, hogyha ezt valaki jól tudja, akkor olyan fölösleges már magyarázni, hogy hát Kötő József élete a színház volt abban a 25 évben, amíg ő itt élt ebben az intézményben, mert ez magától értetődő. Hogyha Kötő József, akkor az azutáni évek fontosabbak, vagy meghatározóbbak számomra, tehát ő nem zárta el a színház felé nyitott csatornáit, későbbiekben semmi színháztörténészként érdeklődött. És ő ezeknek a színháztörténeti munkáinak a kapcsán, meg a színház más érdeklődésének a kapcsán is gyakran jött ide a dokumentációs tárban, keresgéltünk együtt anyagokat, ő állandóan kutatott és állandóan tele volt tervekkel. Ő egy nagyon jó tanár volt, de a szónak abban az értelmében jó tanár, ahogy ma már nem igazán használjuk. Tehát egyrészt volt neki egy hatalmas szakmai tudása, beleértve egy akadémiai jellegű lexikális tudást is, másrészt pedig volt egy rendkívüli nyitottsága. Az, ahogyan ő oda tudott figyelni a diákjaira, órán is és órán kívül is. Tehát folyamatosan vigyázott ránk, folyamatosan segített abban, hogy az egyetemen kívül is mindenféle lehetőségeink legyenek. Az órákon pedig nagyon jól föl tudta ő mérni, hogy mikor kezd lankadni a társaságnak a figyelme, és azonnal elővett a zsebéből néhány színháztörténeti anekdotát. Azonnal elkanyarodott, azonnal lazított, azonnal feloldotta hangulatot, aztán folytatta ott, ahol abba hagyta. Azt gondolom, hogy ő a tehetséget nagyon pontosan meglátta az emberekbe, és ő követte is a diákjait. Tehát évekkel később is tudta, hogy hol tartanak a diákjai, és ami még fontosabb, az az, hogy volt benne egy hallatlan szakmai alázat. Ő képes volt arra, hogy kitermelje, kinevelje a saját szakmai ellenzékét. Mert tisztában volt azzal, hogy ez a
az új generáció, már az én generációm és aztán az utánam jövők meg végképp már egészen más élményekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek, mint ő. És azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, hogyha valaki eljut a szakmai alázatnak és a bölcsességnek egy olyan fokára, ahol képes adni azoknak, akikről tudja, hogy végül is a saját ellenzéke lesznek itt, ott, amott, bizonyos helyzetekben, bizonyos pontokon mindenki. Az a megtisztelő helyzetbe kerültem 2000-ben, hogy az RMDSZ ügyvezető elnöksége művelődési alelnöki tisztség betöltésére kért fel, és ezt a tisztséget előttem éppen Kötő József töltötte be. Persze nagy kihívás is volt számomra, hisz egy olyan lendületben lévő tevékenységi területet kellett átvennem tőle, ami igencsak meghatározta az erdélyi közművelődés és egyáltalán a magyar művelődéspolitikának a további fejlesztését, további rendezését. Az ő hitvallása is az volt, és ezt előttem is, meg együtt is sokat beszéltünk és tevékenykedtünk azért, hogy minden magyar közösségnek gazdája legyen, minden magyar közösségben egy működő civil intézmény létesüljön. És úgy gondolom, hogy ezen a téren Kötőnek oroszlán része volt, hogy ma már valóban ez be is teljesedett. Tulajdonképpen én azért követtem őt a művelődési főosztályon, mert az RMDSZ az oktatási területén kérte fel igen fontos beosztások elvégzésére, hisz két alkalommal is volt a román kormányban az oktatási minisztérium államtitkára. Sok színű politikus volt. A megfogalmazott cél érdekébe nagyon színes eszköztárat használt. Hajlamos volt akár kompromisszumokat is kötni, de csak addig, amíg ez a célnak nem ártott, hanem csak a cél segített a cél érdekébe. Ugye, ahogy mondani szokták, hogy meg tudott hajolni, de nem tört meg soha. És konokul ki tudott állni az elvei mellett, az ő, illetve a közösség által képviselt elvek mellett. Nem volt könnyű az ő nyomdokain tovább menni, hisz nem íróasztalos politikus volt csupán, hogy megfogalmazta a kiáltványokat vagy a követeléseket, hanem ő ment településről településre, közösségtől közösséghez, hogy igazán érezze azt, hogy mi a társadalom, mi a magyar közösség valós igénye. Mivel ő megélte jócskán az 1990 előtti időszakot is. Ott is tanár is volt, irodalmi titkár, színház igazgató is, és tudta azt, hogy mit vett el a magyar közösségtől a kommunizmus, melyek voltak azok az eszmei értékek, amiket nem tudtunk kiteljesíteni, nem tudtuk gyakorolni se. És ő fel tudta mérni, hogy a demokrácia beálltával milyen nagy szükség van arra, hogy a magyar közösségnek minden téren meg kell nyilvánulni, ki kell harcolni az anyanyelvi oktatás, az anyanyelvi művelődésnek a teljes értékű gyakorlását. És én úgy gondolom, hogy tanulva a múlt rendszer hibáiból, fel tudtam érni azt, hogy mennyi tennivaló van, és látta azokat az utakat is, meg tudta fogalmazni azokat az irányvonalakat, amik oda vezethetnek, hogy a magyar közösségünk a saját kezébe tudja venni saját sorsának az alakítását, és azt hiszem, a nála világosabban kevesen fogalmazták meg. Én rengeteget tanultam, tehát én hálás vagyok a sorsnak, hogy 20 évet eltölthettem mellette. Egy roppant érdekes, izgalmas, színes személyiség volt. Meg tudott maradni mindig középen, középre tudott állni, egyensúlyt tudott teremteni. Néha nagyon éles és
Késhegyre menő vitákban is meg tudta találni a kompromisszumot, és ki tudta egyensúlyozni. Ő egy olyan ember volt, aki vonzotta a feladatokat. Egy ilyen konfliktus kellő és konfliktus megoldó típus volt. Nagy koncepcióval átlátta ennek egy-egy feladatnak a vázát, a lényegét és az egész összefüggés rendszerét, másrészt pedig a legapróbb részletekig menően vállalta ennek a végrehajtását. Nagyon jól tudott kommunikálni a román többségi emberekkel is, és ezzel is azért én azt gondolom, hogy növelte a saját tekintélyét is, meg aznak a közösségnek, vagy annak a szervezetnek is a tekintélyét, amelyet képviselt. Az ő higgadtságával, tárgyalókészségével, kompromisszumkészségével, ami viszont nem megalkuvás volt, hanem az, hogy azt a célt, amit ő el akart érni, azt úgy tudta elérni, hogy egy adott pillanatban az, akivel szemben érvényesíteni kellett, azt hitte, hogy tulajdonképpen az ő ötlete az, amit megcsinálta Jóska javaslatára. Tehát ilyenfajta dolgokban rengeteg helyzet volt, amikor nélküle nem is lehetett volna. Az egészen biztos, hogy egészen fantasztikus szónok volt. Tehát a magyar nyelvnek egy olyan csodálatosan tiszta, már-már 19. század végi változatát tudta ő könnyedén használni, ami manapság egyszerűen páratlan. Nagyon jó hangulatú, közvetlen ember volt, akivel jól esett az embernek együtt dolgozni. Hihetetlenül szorgalmas ember volt, szorgalmas is, és lelkiismeretes is, szóval, és nem, ugyanakkor nem volt önmutogató, szóval mondjuk elég sokan vannak, akik annyit vagy sokkal kevesebbet érnek el, mint amennyit ő elért, de semmiféle ilyen büszkeség vagy ilyen kivagyiság nem jellemezte. Tehát ez abszolút távol állt tőle. Egy olyan légkör volt mindig körülötte, ami emberileg is nagyon jó munkalégkör volt, és baráti légkör. És én azt hiszem, hogy sokakkal, másokkal is volt ilyen viszonyba, és az, hogy állandóan, tehát benne élt az, hogy bárkinek bármibe segíteni. Máig is csodálom azt az energiát, amivel szinte az utolsó pillanatig, mindaddig, amíg ez a sajnálatos kor le nem döntötte, ő élni tudta az életet. Úgyhogy én nem tudom, hogy az ő ezt a fajta emberi hozzáállását a munkához és a közösséghez, ezt nem tudom, hogy lehet-e folytatni, és ha lehet, akkor ki lesz az, aki folytatni fogja. Az elégtétel, a kiegyensúlyozott hasznos élet titka az, hogy igénybe vegyenek, te válaszolhass erre az igénybevételre, és ez végül mindkét fél számára hasznos cselekedetben, minőségi munkában és olyan cselekedet sorban kulmináljon, ami közhasznú. Ezt vallotta Kötő József, és hitvallására tanúbizonyság egész élete. Elvesztése tagadhatatlan űrt hagy mindannyiunkban, kegyelettel emlékezünk rá. Kedves nézőim, ennyi volt mára a Kultúrcsepp, köszönöm szépen a figyelmüket. Egy hét múlva ugyancsak itt leszek, remélem velem tartanak. Addig is kövessenek minket az interneten. A viszontlátásra! A műsort a London Shop támogatja.